Sziasztok! Üdvözlök benneteket egy újabb videóban. Itt vagyunk egy játékban, aminek az a neve, hogy Tap Ninja. És elindítottam a játékot, annyit dobott fel, hogy válasszak karaktert. Volt egy fiú, egy lány, meg a látjátok a kendőjének a színét tudtam állítani, hogy piros, zöld vagy kék legyen. Kiválasztottam a fiút, és konkrétan egyben elindult a játék. Hát, mutatom. Kattintok, és akkor levágja az a nemit, és itt vannak ilyen dolgok, amiket így tudok így fejleszteni. Ah, és itt tudok karaktert választani újra. Wow. Aha. És így konkrétan ebből áll a játék. Tehát... így megyünk, és így lecsapkodjuk őket. Ennyi a játék. Nincsen se menüje, semmi. Ez így folyamatosan megy, tehát... nyomok egy eszket, akkor vagy kilépek a játékból, vagy vissza. Tehát nincs ilyen főmenü, nincs ilyen... nincsenek ilyen dolgok. Tehát így konkrétan egyből elindult a játék, azért nem a legelejétől veszem nektek. És így ebből áll a játék. Egyébként ingyen a Steamen. Tap Ninja néven megtaláljátok. Kérdezzétek, hogy mi az a játék, mert én is tudom, hogy tudok fejleszgetni dolgokat. Van ilyen nagyon beteg zenéje. Nem tudom, mi ez a játék. Nézzük meg. Játsszuk egy kicsit. Fejleszgetünk dolgokat, azt is tudjuk már. Samurai Drop. Plusz egy pénzt ad elvileg. Megfejlesztjük itt a farmunkat. Ami nem tudom, hogy mire jó, hogy van, de van. Kerestem ilyen ingyenes játékokat Steamen. És így random rátaláltam erre a csodára, és gondoltam, felveszem nektek. Na, miért nem? Ajá. Most komolyan, mi az a játék? Úgy, ezt fel akarom húzni level 10-esre, kíváncsi vagyok, akkor mi történik. Lehet csak így kipipálja, mint ezeknél. Csak egy kell. Mindjárt folyamatosan termelődik a pénz, úgyhogy mindjárt meg is lesz. Ó, oh, itt már plusz kettő. Ja, hogy ez azért van ez a farm, mert ez folyamatosan termeli nekünk a pénzt. Értem. Nem úgy valahogy gyorsabban menni, nem tudom. Most már van farmunk, van malm, hát ilyen fűrészmalmunk, meg lehet bányánk is. Király! Fejlesszük! Jöjjön a pénz! Itt tudok fejleszteni? Most sok gold kéne. Mindegyel vesz fejlesztjük, hogy minél előbb jöjjön gold, és utána fejlesztjük a képességünket, ami nem tudom, hogy mire jó egyáltalán, mert úgyis lecsapkodjuk az összes enemit, ugyanolyan egyszerűen. Hát nem sincs, ez mire jó. Tudunk már újat feloldani? Nem. Legyünk kicsit csajjal. Meg mondjuk zöldbe. Csak hogy ne ugyanaz legyen végig. Várjál. Valami golden... arra rákattintok, és valami random event jön, ez mit tud? Még mindig nem vágom azt a játékot, hogy ez miért létezik. Egyébként ahhoz képest egész jól lekött. És itt vannak ilyen különböző tírek, amiket fel lehet oldani. Ha hangos a játék, akkor azért elnézést amúgy. Talán nem az. De az, hogy mi ez a játék, ezt ne kérdezzétek. Ez tipikus ilyen, mint a, tudjátok, vannak azok a telefonos játékok, ahol nem kell semmi más csinálni, csak így nyomkodni dolgot, hogy folyamatosan fejlesz dolgokat, és csak nem csinál semmi más a játékba, csak nyomkodsz. Ez kávé, ez arra hasonlít ez a játék. Egyébként élem.
Egész jó. Ilyen unalom előzőnek, amikor meg tényleg nem tudsz csinálni úgy semmit. Mi az Isten ez? Hát, gyerünk! Gazdagok leszünk, találjad! Hát az, nagyon jó! Ez jó volt. Na. Ó, hogy jönnek a pénz? Zek. Ez mi? Ez egy 10-szeres. Max. Ez amúgy nem tudom, hogy mi volt. Na, viszont szerintem ebből a játékból elég volt. Köszi szépen, hogy megnéztétek. Írjátok meg, hogy mit gondoltok erről a csodás játékról. Következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!